Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Kotner Lászlóné Bebe vagyok, PPH 9-es szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Régebben a foglalkozásom igazságügyi szervező volt, majd virágkötőként dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Kazincbarcikán élek, és a családi helyzetem pedig férnél vagyok. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatosan mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, és ezt saját tapasztalatból mondom. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra juthatunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Milyen ez a legnagyobb terem itt a Lurdiban? Jó? Tágas? Meg kellene tölteni teljes egészében, nem? Még azért térnének egy kevesen itt, nem? Úgyhogy hajrá! Mindenki hozzon egy embert, ahogy a házi asszony mondta. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Azt mondja, hogy pillanat, mutatom is. Jó. Ki az, aki nem elégedett a jelenlegi világunkkal? Mennyi kéz van. Szuper. Ki az, aki elégedett? Egy kezet sem látok, úgyhogy teljesen jó. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki szerint baj van a jelenlegi világgal? Oké. Okay. Köszönöm. Bizonyára észrevetted, hogy minél több a boldogtalan ember, annál rosszabb a világunk. Nem? Tehát valahogy, mintha elfelejtették volna az emberek a boldogságot, nem? Elfelejtették volna, hogy ezért születtünk.
hogy megteremtsünk a saját magunk és a környezetünkben lévők boldogságát, nem? És nem tudom, megfigyelted már, hogy a rossz, illetve gonosz emberek azok boldogtalanok? Nem érdekes? Tehát igazából a jó emberek tudnak boldogok lenni. Gondold végig. A rossz emberek azok, a gonosz emberek azok nem tudnak boldogok lenni. És akkor nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Hát kell egészség. Ezért tanítjuk az embereknek az egészség helyrehozatalát, az egészségteremtő kócsképzésünk keretein belül, ami éppen most folyik. Kell hozzá szeretet, nem? Hát a gonosz embereket ki szereti? Kutya se. A rossz embereket? Azokat se. Kell hozzá elismerés. Létszükséglete az embernek az elismerés, hogy kapjon, de ha valaki nem önző, akkor ad is. Ezért ugye akkor kap az ember elismerést, hogyha ad, és annak cserében kap elismerést, mert adott. Azon túlmenően szükség van szabadságra. Szabadságra. Bár ebben a világban én azt látom, itt az elmúlt 4 évben azt lehetett látni, hogy az emberek a biztonságukért feladják a szabadságot. A szabadságukat. Pedig akármilyen hihetetlen, belerakok, csak így zárójelben mondom, hogy belerakok egy kis tanítást, jó? A biztonság az egyén esetében nem kívülről fakad, hanem belülről. Tehát ha valaki biztonságban akarja magát érezni, akkor ne kívülről várja a biztonságot. Belül teremtjük meg magunkban a biztonságot. Ezért a szabadságot feladni a biztonságért elmebetegség! Esetleg valaki már aludt. Most lehet, hogy fölébresztettem, ne haragudj! És akkor ugye lehet, hogy nem érted ezt a szót kellőképpen, hogy elmebetegség. Ugyanis az elménk révén vagyunk jók, vagy rosszak. Attól függően, hogy gondolkodunk, vagy hát ösztönből cselekszünk. Ugyanis az elménknek két fele van. Van a gondolkodó, a jobb agyféltekénk, bárki, aki azt mondja, hogy a bal agyféltekével gondolkodik, az ne hidd el neki, jó? Tehát a jobb agyféltekével gondolkodunk. A bal agyféltekénk az egy nagy raktár. Oda minden, ami történt veled, onnantól, hogy megfogantál, elraktározódott. Minden. Ráadásul kép, hang, szaglás, tapintás, ízlelés formájában. Mindenben benn van. Ráadásul még másodpercenként egy csomó kép van rögzítve. Mondjuk ilyen 50.
Jó, tehát az egy nagy-nagy raktár. Na most ebben a raktárban ott vannak a pozitív és negatív dolgok. Csak az a baj a bal agyféltekénknek, hogy nem a pozitív dolgokat hozza elő egyik pillanatról a másikra, hanem a negatív dolgokat. Gondoljuk végig, hogy miért. Mert az állatoknál ez így van, és amikor minket összeraktak, tényleg, mint embert. Tehát mikor legyártották a testünket, ahogy mondjuk a Bibliában mondják Ádámot és meg Évát, jó? Tehát az legyártott volt. Akkor beleraktak állati géneket is. És ezáltal lett egy ilyen kettős működésünk. Egy olyan fajta működésünk, hogy tudunk gondolkodni a jobb agyféltekénkkel, és tudunk ösztönösen működni a ballal. És akkor ez bebizonyított tény, ha nem hiszed, nézz utána a szociopaták kifejezésnek a Wikipédián, jó? Tehát szociopata kifejezésnek. Hogy a szociopaták úgy jönnek létre, hogy nagyon sok negatív dolgot élt meg gyerekkorba, és ezért felnőttként rossz, gonosz emberré vált. Bizonyára tapasztaltatok olyanokat, én igen, sajnos, vagy hála Istennek, nem is tudom, tapasztalatból hála Istennek, megélésből a fenének kellett. Hát, hogy voltak gonosz gyerekek már az általános és középiskolában. Gonosz gyerekek. Akik állandóan másokkal ki akartak szúrni. Állandóan magyarul mondva cseszegették a többieket, emlékezzetek rá. Még olyanik is voltak köztük, akik ilyen szadista hajlamokkal rendelkeztek a gyerekek között. Szó szerint. És tudti, hogy nálatok is voltak, ahol te jártál iskolába, az hód biztos. Kinél volt ilyen kezeket? Szerintem mindenki föltette a kezét. Tudti. Na most a szociopaták, akik ezek a gyerekek, a szociopaták, akik kialakultak, elnyomók úgy is lehet mondani, a raktárunk, a bal agyféltekénk miatt lettünk ilyenek. Tehát ők megéltek egy csomó negatív dolgot. Mondom, érdemes utána olvasni a szociopata kifejezésnek a Wikipédiát. És rájössz arra, hogy hát van nekünk egy olyan működésünk, hogyha az ember nagyon sok rossz dolgot él meg, akkor sajnos emiatt a rengeteg rossz dolog miatt az elme úgy működik, hogy van most a jelenben egy rossz történés veled, és akkor megkeres valami hasonló rossz történést, ami veled történt az életedben, a bal agyféltekét, és fogja azt az utasítást adja ki, hogy úgy kell cselekedni, mint akkor, amikor rossz hangulatban voltál. Illetve amikor az megtörtént veled, az az esemény. Egy baj van ezzel, hogy a múlt az sosem azonos a jelennel, soha. És a jelen sem a múlttal. Szóval lényeg az, hogy ezt most azért mondom, hogy világossá váljon, hogy vannak gonosz emberek, és vannak jó emberek. Hála Istennek a gonosz emberek, azok jóval kevesebben vannak. Mindössze az emberiség 20%-a. A jó emberek viszont az emberiség 80%-a.
De az azt jelenti, hogy a te ismeretségi körödben minden ötödik ember gonosz. Ne, ez a gonoszság ne azt értsd, hogy egyforma. Vannak kevésbé gonoszok, meg gonoszabbak. A 20%-nak a 20% az a hát nagyon gonosz. A 4%. De az is 100 emberből 4 ember. Nagyon gonosz. Tehát egy iskolában, ahol esetleg jár 1-200 ember, vagy pár száz ember, már több gonosz van, gondold végig. Ilyen szadista hajlamú, stb. Stb. Szóval, én ezt tanultam a 90-es években, hogy akkor lesz baj a világgal, ezek a gonosz emberek kerülnek hatalomra. Akkor lesz igazán baj, és már a 90-es években arról tanultam, hogy bizony már a 90-es években is eléggé hatalmon voltak a gonosz emberek. Mert ugye ők mások eltiprásával kerülnek hatalomra, nem tudom világosan. Tehát mások hátán másznak föl. Szóval, hát azoktól, akik hatalomban vannak, van egy másik baj is, erről beszéltem az elmúlt időszakban, hogy nem tanították nekik az etikát. Egy gonosz embernek hiába tanítod az etikát, ezt felejtsd el. Egy szociopatának vagy egy pszichopatának hiába tanítod az etikát. A pszichopatákkal van egy másik baj. Ők másként vannak programozva. Ugyanis ők genetikailag eltérést mutatnak a többiekhez képest. Bennük, tehát kétféle emberiséget hoztak létre. Egy olyan emberiséget, amilyen mi vagyunk. Jó? Tehát a szociális emberek, a 80%. Jó, és a 20%-nakból a 4%, tehát 100 emberből olyan 4 ember, most jelenleg a bolygón, tehát régen ez úgy volt, hogy hát akkor is 4% volt, csak ugye sokkal kevesebb ember volt. Tehát ugye az a baj, hogy mikor létrehozták az embert, nyilván magasabb minőségű faj hozta létre. Akkor létrehozott egy olyan kisebbséget is, amelyben a negatív gének a rossz olyan hangulatú lényből származó gének magasabb arányban vannak. Akár előfordul itt a ugye tudjátok, hogy ez úgy működik, hogyha az ember minél közelebbi hozzátartozójával szaporodik, hát annál nagyobb ilyen korcsosulás történik. És ugye ezt a minél közelebbi hozzátartozóval szaporodást fenntartják, akkor annál rosszabb a helyzet. Na, ők ezt tudták, amikor legyártották az emberiséget, ezt erről az emberiségről van szó, rólunk, akkor ugye ezt ők tudták, ezért ugye ezzel is tisztában voltak, hogyha ezek az emberek, akik ilyen rosszabb génekkel, rosszabb tulajdonságú génekkel is rendelkeznek, ezek szaporodnak, akkor el tud ez hatalmasodni bennük, ez a rossz tulajdonság. Tehát ugye mi a rossz tulajdonság, hogy gonosz?
Tehát ugye az élőlényeket vették alapul, mármint a fejlettebb élőlényeket. Ugye a fejlettebb élőlények, mondjuk a emlősök közül melyik az emberek kívül a Földön? A majom. Na, annál fejlettebb volt, jó? Na, az a majom már nincs. Jó, az nincs. És vannak még ilyenek, hogy madarak, ugye az emlősökön kívül. Vannak olyan, hogy halak, vannak olyan, hogy hüllők. Tehát itt a fejlettebb élőlényekről van szó. És akkor még voltak fejlettebb hüllők. Ezek a fejlettebb hüllők, ezek eltűntek a bolygóról olyan Mátyás korabeli időszakban. Ami azt jelenti, hogy az 1400-as években, tehát nem olyan rég. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, és lényeg az, hogy voltak olyan élőlények, amelyek fejlettebb hüllők voltak jóval, mint a mostani hüllők, és volt olyan emlős is, ami fejlettebb volt, mint a majom. És ugye azt csinálták, hogy ebből a fejlettebb majomból beraktak több gént, ugye az emlős az viszonylag békés, bár vannak ragadozó emlősök, és azt csinálták, hogy a hüllőkből is raktak egy kicsit. Na most ennél a 4%-nál meg azt csinálták, hogy a hüllőgént megemelték. Na most az azt jelenti, hogy ők mások. Ők a gonoszságot hozták. Onnan hozták, hogy örökölték. Világos ez? Persze náluk is számít az, hogy mit éltek meg gyerekkorban, és ha megéltek gyerekkorban elnyomást, mondjuk szociopata szülőt, akkor az a felnőtt az még gonoszabb. Világos ez? Tehát egy pszichopatát, mert pszichopatának hívják a magasabb hüllőgénnel rendelkezőt, ugye a hüllők azok gonoszak, ha megnézed. Az mind ragadozó. Talán a teknősök között van olyan, amelyik megelégszik a növénnyel, aztán azon kívül nem tudsz több hüllőt. Szóval a lényeg az, hogy de ugye a teknősök azok másfajta hüllők. Na nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye mivel ők másak, egy gonosz ember, aznak hiába tanítod az etikát. Nem fog megváltozni. Tehát ő nem lesz jó. Oké? Ez a baj. Csak a szociális ember változik meg, csak a jó emberek tudnak megváltozni. A rossz emberek, a gonoszok, azok nem változnak. Ezért nem tudom, gondoltál-e már arra, hogy a jó embereknek kellene valamit tenniük azért, hogy jobb élet legyen. Milyen az a jobb élet? Szabad, boldog élet. Mert ha mi magunk egyénként nem teszünk azért, hogy jobb életünk legyen, és a környezetünkben az embereknek jobb életük legyen,
akkor hogy fog jó felé haladni a világ? Hm? Hogy? Tehát bárki is elvárja a gonoszoktól, vagy az etikátlan emberektől, akik sose tanulták az etikát, hogy ugye mi az etika? Elkölcs, becsület, tisztesség. Nem véletlenül mondtam ebbe a sorrendbe. Tehát becsület, tisztesség. Tehát akkor lesz tisztességes valaki, ha becsületes. Akkor becsületes, ha elkölcsös. Világos ez? Hát nem véletlen ez a sorrend. Szóval, nem várhatjuk el a tudatlanoktól, nem várhatjuk el a gonosz, rossz emberektől. Ez két csoport, a gonosz, rossz ember, meg a tudatlan. Tehát attól, hogy valaki tudatlan, még nem biztos, hogy gonosz, rossz. Tehát nehogy összekeverjétek ezeket az állításaimat, jó? Tehát lényeg az, hogy csak azok tudnak tenni azért, hogy jobb világ legyen, aki nem rossz, nem gonosz, ismeri az etika szabályait, tehát van elég tudása. Világos? Tehát, hogy egy jobb világ legyen, azért bizony tennünk kell. Na nézzük meg, hogy ugye itt erről volt szó, hogy mit kellene csinálni, meg miért? Nézzük tovább még ezt a dolgot. Tehát mi mit csinálunk? Eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek a szabad, boldog életükért. Tehát gondold végig, szabadságot meg kell teremteni az embereknek. Tehát ha nem teremtik meg, akkor nem lesznek szabadok. Ha számukra a biztonság az egy külső tényező, akkor soha nem lesznek biztonságban. Tehát ha végig gondolod, főleg azoknál az embereknél, akik testőrökkel járnak, ők mennyire érzik magukat biztonságban? Akkor sem, ha testőrökkel járnak. Tehát a biztonság, még egyszer mondom, belülről fakad, azt nem fogom elmondani most, hogy hogy, mert a képzésekben ezt tanítom. Tehát belülről fakad, és mivel belülről teremtjük meg a biztonságot, tehát belülről árad kifele a saját biztonságunk, ezért nem kell feláldozni a biztonságot a szabadságért. Érted? Tehát ez két teljesen külön vehető dolog. Tehát külön lehet venni ezt a két dolgot teljesen egymástól. Nincs, ha jól csinálja az ember, a kettő közt nincs függőségi viszony. Attól, hogy valaki szabad, attól még biztonságban lehet. Attól, hogy biztonságban van, még szabad lehet. Világos ez? Mert nem kívülről van a biztonság. Tehát a biztonságot nem a kormány teremti meg, hanem az emberek. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogyha egy ember tud, van tudása és nem tudatlan, akkor képes arra, hogyha mások is tudnak, és nem tudatlanok, és minél többen tudnak, és nem tudatlanok, akkor nem teszik azt, amit előtte tettek, ami nem szolgálta mások javát. Nem helyezték magukat mindenki fölé, érted? Hiszen egy ember az
egy ember, sok ember az meg sok ember. Tehát egy ember nem érhet többet, mint sok ember, nem tudom, világos-e. Senki nem érhet többet egy emberként, mint sok ember. Tehát ami azt jelenti, hogy az egyénnek figyelembe kell venni mások érdekeit is. Tehát nem csak a saját érdekeit. Sőt, a többség érdeke sokkal fontosabb, mint az egyén érdeke. Sokkal, és minél nagyobb többségről van szó, annál fontosabb, mint az egyén érdeke. Ez egy etikai szabály. Tehát, hogyha jobb világot akarunk, akkor úgy kell megteremteni a szabad, boldog életünket, hogy másoknak segítünk megteremteni a szabad, boldog életüket. Világos ez? Tehát neked úgy lesz szabad, boldog életed, ha minél több embernél eléred, hogy szabad, boldog élete legyen. Érted? És természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor leszel szabad, boldog, ha ők már szabad, boldogok. De ha nem teremtesz, nem segítesz másoknak abban, hogy elinduljanak a szabad, boldog élet felé, akkor te sem leszel sose szabad, boldog. Világos ez? Sosem. És ha az emberek szabad, boldog emberek, akkor egy jobb világunk lesz. Amit úgy hívnak majd, hogy szeretetkor. Más néven aranykor. Tehát sokkal jobb világot kell létrehozni, és az csak úgy lehet, hogy az ember tesz másokért, és ő sem jár rosszul. Jó? És akkor nézzük tovább. Tehát képzéseket tartunk rendszeresen, minden szerdán és vasárnap. Nincs nyári szünet, nincs téli szünet, nincs ünnep. Mi akkor is, ha ünnep van, akkor is tartjuk. Kivétel a karácsony, kivétel a szilveszter, mert akkor átrakjuk azt a napot egy másik napra. Húsvét sem kivétel. Most is beleesett a húsvét, hiszen van húsvét vasárnap. És mi vasárnap bizony képzést tartunk. Kérdezik, hogy ünnep lesz, lesz képzés? Persze, hogy lesz. Mindig is volt. És olyan képzéseket tartunk, ami ember és életismeretre vonatkozik. Ember és életjobbító képzéseket tartunk. Az ember és életjobbítás az azt jelenti, hogy coach. Coach képzéseket tartunk. Sőt, szemesztereink vannak. Éves szemesztereink vannak. Bizonyítványokat osztunk ki a szemeszterek után. Diplomát adunk, aki elvégezte az összes szemesztert. Emberek elől eltitkolt tudást nyújtunk. Miért titkolták el az emberek elől? Hogy ne tanuljanak, ne fejlődjenek. Azt hiszed, hogy tanultál életedben? Én is azt hittem, addig, míg nem kezdtem el felnőttként tanulni ember és életismeretet, addig azt hittem, hogy én tanultam. Amit az általános és egyéb iskoláimban tanultam, az tudod mi volt? Nudli. Nudli volt. Miért volt nudli? Mert nagyon nem tudtam belőle szinte semmit se használni. Hát jó, írást, olvasást. De most gondold végig, megtanították az írás-olvasást, számolást.
alapszinten ezeket természetesen tanították meg. Hát ezt bárki meg tudta volna tanítani, ez nem kellett volna iskolába járni. Hát szüleim meg tudták volna tanítani. Hát gondold végig, az írás, olvasást, alapművet, számítást, számolást szüleid meg tudták volna tanítani. Az nem kellett volna iskolába járni. Ja, hogy azt mondták, hogy azért kell iskolába járni, ez a hivatalos vélemény, hogy a gyerek szocializálódjon. Ekkora baromságot, érted? Hát a gyerek sokkal szociálisabb, mint bármilyen felnőtt. Hát egy két vadidegen gyereket összeengedsz, kisgyereket, aztán 5 percen belül vagy 10 percen belül játszanak egymással, érted? Két felnőttet összeengedsz, 5-10 percen belül veszekednek. Vagy vitatkoznak minimum. Szóval, akkor kit kell szocializálni? Hát, felnőtteknek kellene a szocializálás, nem a gyerekeknek. Hát most gondold végig itt a szocializálás kérdésében. Az elmúlt 4 évben bizonyára ti is tapasztaltátok, hogy az emberek mennyivel zárkózottabbak lettek. A Covid óta. Észrevettétek? Hogy sokkal zárkózottabbak, magukba zártabbak lettek az emberek, mint előtte? Ez a 4 év, ez a szocializálódást az teljesen padlóra küldte. Nem is 4 év, mert elég volt 1-2 év. Szóval eltitkolt tudás. Mi az eltitkolt tudás? Az élet működése. Nem az ember működése, mert azt tanítják. Az élet működését nem tanítják. Tehát soha nem tanultam egy hangot se arról, sajnos, nem is olvastam róla, hogy hogy jött létre a világ. Soha. Érted? Sehol nem is olvastam róla. Erre fogják és elküldik nekem. Telepatikusan. Érted? Hogy hogy jött létre a világ. És ugye miért mondom ezt? Mert valahogy én emberként szeretném tudni, hogy honnan a fészkes fenéből vagyok. Nem? Én nem elégedtem meg azzal, hogy hát apukám meg anyukám összedugta, mi volt neki, tudod. Valahogy én nekem ez nem volt elég információ. Szóval, lehet, hogy sok ember van a Földön, aki például ilyet szeretne tudni, hogy hogy vagyunk mi? Mi vagyunk? Kik vagyunk mi? Nem? Nem lehet. És akkor arról, hogy mi emberek, kik vagyunk, mire lennénk képesek, mert mondják azt, ilyen motivációs előadók, hogy te sokkal többre vagy képes. De miért? Miért vagyok többre képes? Hát az embernek nem elég az, hogy azt mondják, hogy ez vagy, de miért? 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 És akkor ezeket szépen eltitkolták, érted? Hát miért ne titkolták volna el? Honnantól titkolták? Hát mikor fölgyújtották az alexandriai könyvtárat Egyiptomba. Azért, hogy elvesszen az ősi tudás. Azért gyújtották föl. Mert ott le volt írva minden az ősi tudásról. És onnantól kezdve az embereknek lehet tanítani mindenféle ostobaságot. Például olyan ostobaságot, hogy az egész világegyetemben egy Isten van. Mert hogyha ezt kiegészítették volna, hogy egy teremtőtől származó, tehát egy Isten, aki ő volt az alapteremtő.
ha ezt mondanák. És hát most gondold végig, kinek volt vagy van anyja? Tegye már föl a kezét. Jó. Tehát mindenkinek. Na most, gondoljuk végig. Ha, na most megkérdezném, kinek volt mondjuk majom az anyja, tegye föl már a kezét. Senkinek, jó, nagyon örülök. Esetleg valami tigrist, vagy oroszlán, vagy elefánt. Volt ilyen? Nem. Jó. Na most, hát gondold végig. Tehát, mi volt az édesanyád? Ember, nem? Te mi lettél? Ember, nem? Akkor, ha teremtett az Isten még egy lényt, mint ő, akkor az mi? Az nem véletlenül Isten, te balga. Világos ez? Ha egy oroszlánnak van kölyke, az oroszlán, nem? Ha embernek van gyereke, az ember. Ha Isten teremtménye, az Isten. Világos ez? Ha magából, ugyanúgy, mint az anyából kijön a gyerek, ha a teremtőből létrejönnek a lelkek, akkor az Isten, könyörgöm. Világos ez? Az nem más. Ami azt jelenti, hogy amikor létrehozta az első lelket, akkor már két Isten volt a világegyetemben. Oké? Okay? És a saját lelkéből hozta létre a második lelket, meg a harmadikat, meg a milliárd lelkeket. A te lelkedet is. És akkor azt gondolod, hogy te nem vagy képes, mikor te Isten vagy? A lelked az Isten, nem a tested, a lelked. Akkor nem vagy többre képes, mint amennyit eddig gondoltál magadról? Hát a benned lévő lélek az egy Isten. Csak bezárták egy... hát kisebb részben, fejletlen testbe, érted? Nem túl fejlett a testünk, mert ha fejlett testünk lenne, akkor élnénk mondjuk 1000 évig. De hol élünk 1000 évig? Nem egy túl fejlett test. Utána tudsz nézni, nem egy leírás van ezzel kapcsolatban. Ez nem kamu. Hogy például ilyen, hogy Ádám, Éva, Matuzsálem, Noé, stb. Stb. Hány évig élt? És kiderül, hogy sok száz évig éltek, érted? Sok száz évig. Mert nekik még fejlettebb testük volt. Tudod, mióta van ez a test, ami nekünk van ezzel a rövid élettel? Alig több, mint 4000 éve. Előtte még, mondjuk 5000 évvel ezelőtt, még több száz évig éltek az emberek. És akkor fogták, beavatkoztak. Miért? Ha most gondold végig, hogyha a mai ember mondjuk 900 évig élne, mennyi bajt okozna? Te jószagú Szent Szűz Mária. Gondold végig. Mennyi bajt tudna okozni? Bőven elég neki ez is. Szóval, eltitkolták a tudást. Miért? Eltörölték, fölégették a tudást, szó szerint. Hogy az emberek
manipulálhatók legyenek. Mert minél tudatlanabb egy ember, bizony annál manipulálhatóbb. Hát nézd meg, minél butább egy ember, annál inkább meg kell mondani neki, hogy mit csináljon. Nem? Minél okosabb, annál jobban tudja, hogy mit kell csinálnia. Hát ennyi. Nem is azt mondom, hogy okos, mert ezt is félreértik. De azt gondolják emberek, hogyha mit tudom én hány egyetemet végzett, akkor ő egy szuper okos. Azt lehet, hogy már a negyedik párkapcsolatát nyűvi. Az a nagy okosságával, tudod. Szóval, inkább azt mondanám, hogy eszes. Tehát nem okos, hanem eszes. Tehát van esze. Érted? De milyen érdekes. Nem tudod mondani, hogy van okos. Azt tudod mondani, hogy van esze. Nem érdekes? Tehát az eszes embernek van esze. Az okosnak nem feltétlenül van esze. Nem? Mert az okosnak nincs ilyen, hogy is szokták ezt mondani, milyen? Ilyen képződménye, szóképződménye. Mint az ész, eszes, eszes, okos. Azt gondolnád ugyanaz? Nem. Gondold végig. Az okosnak max oka van. Gondold végig. Max oka van. De nem biztos, hogy van esze. Mert az eszesnek van esze. Mondom, nincs ilyen szóképződményünk az okosra, mint az eszesre. Tehát mondják azt, hogy ember, ennek az embernek van esze. De nem mondják, hogy ennek az embernek van okosa. Mondják? Nem, nincs ilyen. Ugye tudjuk, hogy a magyar nyelv az a nyelvében él. Tehát a szavaiból ki lehet olvasni sok magyar szóból, ki lehet olvasni a szónak az értelmét. És az, hogy honnan származik maga a szó. Tehát, eltitkolt tudás. Tehát az embernek tudnia kell, hogy ő kicsoda. Érted? Tehát addig vezethető egy ember az óránál fogva, ameddig tudatlan. És most gondold végig, vannak a gonosz emberek, amelynek a java az ott ül a hatalom csúcsán, érted? És akkor neki az az érdeke, hogy mindenki hozzá képes buta legyen. De ha utána nézel, a pszichopata és a szociopata működésének, akkor azt fogod olvasni, hogy ez az alapvető működésük a pszichopatáknak is, a szociopatáknak is, hogy mindenki a környezetében hozzá képest hülye legyen. Oké? Ők legyenek az okosok, a többi az hülye maradjon. Hát, hogyha bárki, most nem azoknak mondom, akik itt ülnek, meg hallgatják a képzéseimet, nem a díjmentes az csak egy ilyen információ átadás. Tehát azoknak mondom, akik nem tanulóink, hogyha hülye akarsz maradni, nyugodtan maradj azzá. Oké? Ennyi. Szóval, emberismeret, tudatosság, személyiségfejlődés, de ez mind kellene gyakorlási lehetőség. Ahhoz, hogy gyakoroljon az ember, tudásra van szüksége, és emberekre, akin gyakorol. Mivel emberekkel kapcsolatos a gyakorlás, hát nem olyan, mint mikor én tanultam a szakmát, hogy megtanultam, tanultam autószerelőnek, és képzeljétek el, nem embereken gyakoroltunk, hanem autókon. Na, erre van gombot.
Hát ha valaki emberekről tanul, akkor netántán nem emberekről, embereken kellene gyakorolnia. Csak úgy véletlenségből. És ha mondjuk valaki, mit tudom én, nem akarok semmilyen szakmát megbántani, hidegburkoló, most ez jutott eszembe, hát akkor ott hogy fog a hidegburkoló szakmában embereken gyakorolni? Sehogy. Oké? Sehogy. Tehát emberek kellenek. Mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy embereken gyakorolhass. Sőt, önként jelentkező embereken gyakorolhatsz. Na erre vagy gombot. Tudod, hány önként jelentkezőt kaptam már? Itt az évek során. Sok ezret. Tehát rendszeresen adjuk az elégtudást az ember és az élet működéséről. Lényeg, hogy az ember valamit rendszeresen csináljon. Ha csinál, akkor rendszeresen csinálja. Ha hiányzik a rendszeresség, akkor kidobott energia. Tehát kell a rendszeresség. Ezért hetente kétszer javasoljuk azt, hogy élőben vegyél részt a képzéseken. Az élő azt jelenti, hogy részt vehet személyesen a képzéseken, mint például most is, akik személyesen részt vesznek. Ugye előtte három az egészségteremtő coachhoz kapcsolódó képzés volt, most ugye a bemutató előtt három ilyen volt. Ugye volt akkor az azt jelenti, hogy több szünetünk, hiszen már 11-kor elkezdtük a képzést. Tehát az azt jelenti, hogy élőben érdemes részt venni, de nem csak személyesen lehet részt venni, hanem van, akik most sok ezren élőben nézik ezt a képzést, vagy majd felvételről nézik ezt a képzést. De ez nem ad ez a képzés, ami most van, ez a díjmentes képzés, ez nem ad módszert, ez csak megvilágítja az embereknek azt, hogy miben kellene változniuk. De azt, hogy hogyan kellene változniuk, arra a képzéseink, a coach képzéseink adnak megoldást. Világos ez, csak hogy tiszta és világos legyen. Van egy közösségünk, közösség nélkül az ember nem fogja tudni kellőképpen gyakorolni a szeretetet. Ha nincs az életében egy embernek elég szeretet, hát akkor valószínűleg bele fog betegedni a szeretetlenségbe. Szükséges az, hogy az ember kapjon elismerést, és tudjon adni másoknak természetesen, de az elismerést úgy kapja az ember, hogy tett másokért. És cserében kap elismerést, és utána, amikor a csapatában más is tett másokért, akkor tud a csapat a tagjának, aki másokért is tett, elismerést adni, hogy ez tiszta és világos legyen. Továbbá anyagi függetlenség. Tehát az anyagi függetlenség az azt jelenti, hogy semmilyen szinten ne függ az anyagiaktól. Tehát az, még tovább menve ezen a gondolaton, annyi anyagi, tehát annyi felhasználható pénzed legyen, hogy többet az ne legyen semmilyen szintű anyagi gondod. Tehát semmilyen szintű anyagi gondod. Oké? Na most ez, ugye éppen beszéltem erről ma, a mai világban, hogy egy család mondjuk úgy anyagilag úgy boldoguljon, az egy kétfős család esetében az körülbelül 1 millió forint. Ha nem hiszed, hogy annyi, akkor nézz utána nyugaton, mennyit keresnek a családok. Oké? Ha több fő, mondjuk van egy gyerek vagy kettő, akkor az nyilván annyival több, akkor az mondjuk, ha egy gyerek 1,5 millió, a két gyerek 2 millió. Világos ez? Tehát ez az alap. De ez nem azt jelenti, hogy
ebből búsásan el vagy. Nem, nem. Ez egy normális életszínvonalt eredményez. Az 1 millió. Két főre. Hát ahhoz, hogy mondjuk 2 fő már búsásan el legyen, az ott kezdődik, hogy 3 millió forint. Oké? Szóval, ez, és ez nem, tehát hogyha te a pénzednek az ellensége vagy, akkor ezzel a gondolkodásmódon elég hamar változtatni kellene. Mert anyagi világban élsz még mindig. Sőt, egyre anyagiasabb világban élsz. Vagy ezt nem fedezted föl? Hogy mióta megszülettél, és rálátsz a világra mondjuk serdülőkortól, arra még vissza is emlékszel, nem látod azt, hogy egyre anyagiasabb világban élünk? Akkor te nem tudom, hol élsz. Tehát nem azt látod, hogy egyre inkább nem kell azért tenni, hogy boldogulj. Hanem azt látod, hogy egyre inkább tenni kell azért, hogy boldogulj, nem? És most anyagi szempontból értem a boldogulást természetesen. Tehát a mai világban valaki anyagilag boldogulni akar, többet kell dolgoznia, mint bármikor itt az elmúlt 50 évben. Mondom, többet kell dolgoznia, többet kell teremtenie, több pénzt kell teremtenie, mint bármikor az elmúlt 50 évben. Van egy általános elbutulás, amiről beszéltem a világunkban. Ugye ez teljesen láthatóvá vált, főleg a Covid alatt. És az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet, és minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. És akkor gondold át, milyen lesz a jövőnk, gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. És akkor nézzünk ezzel kapcsolatban kis adalékot, amiről már beszéltem, nem most, de előzőekben, előző képzésekben. Hogy vannak a generációk. A generációkon visszanézünk, tehát a legutolsó generáció az 2018-tól. Előtte 93-tól volt az előző generáció. Az előtti generáció 68-tól volt, az előtti generáció pedig 43-tól. Jó, mehetnénk még visszafelé, de felesleges. Mert innentől van a baj, 43-tól. Innentől kezdett el elromlani a generáció, illetve a generáció, mint társadalmi réteg. Elkezdett elromlani, 43-tól. Tehát ők a szüleim generációja. Nem, bocsánat. A szüleim generációja az előtte volt. 28-tól. Nem, 18-tól, bocsánat. Tehát 18-tól. Tehát akkor arról kell beszélni, mert onnantól romlott el, nem a szüleim, tehát nem az én generációmtól romlott el, mert az enyém az 43-tól 68-ig, az az én generációm, az előző pedig 18 és 43 között, ha jól számolom. Tehát onnantól romlott el. A nagyszülőm az például a szüleim, az a nagyszüleim, ez előtt születtek. Mariannak a nagyszülei is, ez előtt születtek. 18 előtt. Tehát a szüleim generációja az a 18-43 között, na ott kezdett el elfuserálódni a dolog. Nem csak itt Magyarországon, szerte a világban. És mi miatt? Az első világháborútól. Onnantól. El lett rontva minden. Tehát az első világháború azt a célt szolgálta, hogy elrontsanak mindent, ami addig jól működött. Szóval, így a következő generáció még rosszabb,
Tehát az én generációm rosszabb volt, mint a szüleim generációja. A következő, a 68-tól 92-ig az még rosszabb, mint mi voltunk. A 93-tól 17-ig meg még rosszabb. Az még rosszabb. És egyre rosszabb és rosszabb helyzetben vannak a generációk, mert ez a tudatlanság a szüleim generációtól elindult. Tehát a nagyszülőmet és a szüleimet összehasonlítom, nagy különbség van köztük. Nagymamámnál nem volt elbutulás, elhűlés, anyámnál már volt. Tényleg. Apám meg nem érte meg azt a kort, hogy elbutuljon, elhűljön. Tényleg. Szóval, pedig nagymamám 10 évvel később halt meg, mint édesanyám, tehát tovább élt. 10 évvel. És semmilyen elbutulás nem volt. Gondoljátok végig, egy 94 éves kezelte a mobiltelefont, anyám 80 évesen nem tudta kezelni a mobiltelefont, érted? És sima billentyűs telefonja volt mind a kettőnek. Hát mondom, lehetett látni. És ez nem a műszaki szempontból nézem, hanem az elbutulás szempontjából. Tehát az, hogy egy ember mennyire képes a műszaki világban boldogulni, az valamilyen szinten mutatja az elbutulását. Nem vicc, ez komoly. Mert a világ fejlődik, akkor az egyénnek is kell fejlődnie. Tehát az nem működik, hogy hát én fejlődök, és mi van a technikával? Hát az le van fütyülve. Nem működik. Hát a világ fejlődik, nekünk is fejlődni kell. Ki az, aki Trabanttal járt, tegye már fel a kezét. Trabant. Trabanttal jár, nem járt, jár. Jár. Ennyien jártok Trabanttal? Tehát ki az, aki Trabanttal jár? Senki. Mi nem jársz azzal? Mert túlnőtt rajta a világ, nem? És más dolgon nem nőtt túl a világ. A Trabanton túlnőtt, de más műszaki dolgon nem. Miért nem jártok Trabanttal? És sose jártam Trabanttal egyébként. Miért nem jártok azzal? Az alapkocsi, tudod, alapautó. Szó szerint. Az útközben szét lehetett szedni, összerakni, meg lehetett javítani. Persze, ez az alapkonstrukció. Fogtad, kikaptad belőle a motort, még nőként is akár. Volt pár tizenvalahány kilós a motorja. Tényleg. Szóval gondold végig, miért nem azzal jársz? Lehet kapni. Ott van a használt autón. Tudsz venni Trabantot. Ja, hogy azon túlment a világ. És máson nem? Miért nem? Nem kellett volna más területen is fejlődni? Kinek van automata mosógépe? Tegye már fel a kezét. Auto. Kinek nincs még automata mosógépe? Jó, valakinek nincs. Oké. Okay. Egy ember rakta fel a kezét. Szóval, lényeg az, miért nem izére kézzel mosott teknőbe? Mi? Hát mert fejlődtél a világgal. De miért csak ilyen téren? Én emlékszek arra, amikor anyám kézzel mosott teknőbe. Simán. Sőt, még arra is emlékszek, mikor a patakba mostak, érted? Még nem is teknőbe, hanem a patakba. Mert még teknőjük se volt. Jó, az már lent Szabolcsban volt. Szóval, lényeg az, hogy nem kellene fejlődni a világgal? Hát ez is hozzá tartozik. A tudatosodás, ha az ember tudatos, akkor tudatosan képes használni a technikai eszközöket. Nem ösztönösen kell képesnek lenni, hanem tudatosan. Vagy rosszul látom? Ami azt jelenti, hogy a hasznodra használni.
Hát ott van benne használni, ott van benne a használni szóba haszon. Ha nem hoz hasznot, mi a francnak használsz valamit? Hasznot hoz, hogy használsz automata mosógépet, nem? Megspórolsz munkát, időt. Miért nem használsz több eszközt? Miért nem használod például a mobiltelefonodat pénzkeresésre? Miért nem? Oké? Vagy számítógépet miért nem használsz pénzkeresésre? 80-as évek óta használok számítógépet. 93-ban tanultam is számítógép használatot. Hogy haladjok a korra? Szóval, jelezték nekem, hogy időm van, tényleg időm van. Annyi mindenről tudtam volna még beszélni, de hát sajnos be kell fejeznem. Szóval, lényeg az, hogy tessék fejlődni. Tessék kitűzni célul a szabad, boldog életet. És egy ilyen dolgot mutatok nektek gyorsan. Mindjárt. Túlmentem, vissza. Senki számára nincs ennél tisztességesebb lehetőség a szabad, boldog élet elérésére, mint amit úgy hívnak, hogy PPH. Oké? És a PPH közösség. Tehát a PPH egy közösség is. Tehát senki számára nincs ennél tisztességesebb lehetőség a szabad, boldog élet elérésére. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, találkozunk szerdán, sziasztok! Köszönjük szépen Szerdacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy 2020 nyarán csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta az életünk teljesen megváltozott, pozitív irányba indult el, nagyon sok megértésem lett a tanítások során, amit mesterünk mesterien ad át nekünk módszerekkel együtt. Úgy is mondhatom, hogy a kis puzzle darabkák helyükre kerültek, és így sokkal könnyebb elviselni, ami még kijavítani való van a múlt helytelen döntései és mulasztásai miatt. Hát hiszen van rá módszer, és van rá tudás, mert itt megkapjuk. Életem során sok helyen kerestem a fejlődés, a tanulás lehetőségét, kerestem a spiritualitásban, az önfejlesztésben, de itt találtam meg egy helyen, és egyben a megadott, és egyben a magamban feltett kérdéseimre a válaszokat, és a módszereket is. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek és tanulhatok Szerdacsik Miklós mesterünktől. Hogy miért is kezdtük el a szervezést. Rövid idő alatt felismertük a PPH-ban rejlő lehetőségeket, valamint azt, hogy a PPH mit biztosít számunkra, a fejlődést, a szabadságot, a problémák megoldását, megelőzését, valamint az anyagi függetlenséget. Ezért a tanulással együtt, pár hét elteltével, különbségével elkezdtük a szervezést is, ami által nagyon sok emberhez el tudtunk jutni. Fontosnak találtuk a férjemmel, hogy ezeket az emberjobbító lehetőségeket, pozitív változásokat másoknak is tovább tudjuk adni, valamint azt, hogy az alanykor létrehozására felhívjuk az emberek figyelmét egy érhetőbb, jobb világ céljából. És nem csak az életünk, hanem mi is változtunk, nagyon sok változáson mentünk keresztül,
A tanulóink sok segítséget kérnek tőlünk, sokkal nyitottabbá váltunk, megértőbbé az emberekkel szemben. Amiben tudunk, segítünk a tanulóknak, de hogyha nem tudunk választ adni, akkor mesterünkhöz fordulunk, és hát mindenkinek ezt tanácsolom, hogy a vezetőihez forduljon, és tőle kérjen segítséget, ha nem tud valamire választ adni. A csapatszervezés sok kommunikációs lehetőséget ad az emberekkel, és nagyon szeretem azokat az értelmes és értékes beszélgetéseket, amelyek új tanulókat hoznak a csapatunkba. Jó látni azt, amikor azoknak a tanulóinknak, akik szerveznek, mekkora változáson megy keresztül az életük. Amióta a PPH tagjai vagyunk, azóta mi sokkal békésebbek, nyugodtabbak vagyunk, nem félünk úgy a jövőtől, és a párkapcsolatunk is egy új útra térült. Természetesen az anyagiakban is sokkal jobb lett az életünk, mint azelőtt volt. Én azt tudom mondani, hogy a PPH egy olyan tökéletes rendszer, amellyel az aranykori élet tárul elénk, és Szedlacsik Miklós minden eszközt a kezünkbe ad, hogy ne csak egy álom legyen az aranykor, hanem ezt meg is tudjuk valósítani. És többek között a mai nap is erre szolgál, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy az aranykort el tudjuk érni, létre tudjuk hozni közösen. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál való tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Pár szót szeretnék a tandíjról mondani. Az első havi tandíjunk most akciósan mindössze 19.700 forint, és a következő hónaptól szintén akciósan 12.500 forint. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját, szabad és boldog életet teremtő lehetőséget. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. A 3 hónap most csak 44.700 forint, és megtapasztalhatod a PPH-ban rejlő lehetőségeket. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy itt voltál, meghallgattál bennünket, és várunk szeretettel, várjuk a jelentkezésedet, ha pedig nem, akkor elköszönünk. Nagyon szépen köszönöm.